1993. januárjában adtak először újévi koncertet a dohánygyári Fúvó zenekar tagjai Sátoraljaújhelyben. Idén is megtelt a Latabár Színháza jó muzsikára. A város polgármestere pedig jó hírrel érkezett a koncertre, támogatást ígért a tagoknak. Egy olyan pályázat, amelyből éppen többek között a dohánygyári Fúvó zenekar felszerelésnek, hangszerelésnek, hangszervásárlásnak bővítésére milliós nagyságrendben tudunk majd támogatást adni, és a hangszerparkját fel tudjuk újítani. A Sátoraljaújhelyi Rotary Klub bár nem azonnal az első koncerttől, de legalább két évtizedet társrendezője a programnak. Közjóért alapítványuk javára megy a támogatói jegy egy része, ahogyan a klub célja nemzetközileg is kötelezi őket, visszaforgatják az itt szerzett adományokat is. Hátra levő fél időben azért vár minket a magyarországi cserediákok versenyen, Szép Halomban magyar anyanyelvű versenyük, mert eddigre már ők szépen megtanulnak magyarul, és mi kapjuk meg azt a tisztet, hogy itt a Magyar Nyelv Múzeumában szervezzük meg, ezt megelőzően Sátoraljaújhely és környéki gyerekeknek idegen nyelvi versenyt is szervezünk, és szemmel tartjuk és mentoráljuk azokat a középiskolai tanulókat, akik nagyon jó tanulmányi eredményeket tanúsítanak, és nekik is ösztöndíjat kívánunk nyújtani az idén is. A dohánygyári Fúvó zenekar évek óta utánpótlás hiánnyal küzd. A koncertre mindig sikerül visszacsábítani a régi tagokat, idén pedig a helyi adventista gyülekezet zenekarának szólistáival egészültek ki. Az esten ezen problémákból a közönség nem érzékelt semmit. Szépen szóltak az ismert és kevésbé ismert dallamok, melyeket a Hegyalja Népi Együttes és a Kazinci Iskola társastánc tagozatos növendékei színesítették produkcióikkal. Akit, mint ahogy Moldova mondta, hogy a mozdony füstje, akit a zene ereje megcsapott, az egyszerűen, ugye nem mihás zenét lát, mint a öreg cirkusziló vagy tüzérló, ugye, akik megszokták, azok nem engednek a 21-ből. Az utánpótlás biztosítására idén 3 zenei ösztöndíjas támogat a Rotary Club. A zenekar fiatal tagjainak alapfokú művészeti tanulmányainak költségeit fizeti ki a klub. Tudáskodom óta járok ide a zenekarba, és nagyon élvezem. Mi az, amit ilyenkor a próbán mond neked Gyuri bácsi? Hát az, hogy figyeljek nagyon, meg rá is figyeljek, meg a kottára. A koncert végén formabontó ráadásként Kodály Zoltán esti dalára búcsúzott el a dohánygyári Fúvó zenekar.